konfliktusokkal kapcsolatosan szükségesnek tartom megjegyezni, hogy itt a konfliktus az egy érzelmi megütközést jelent. Ez azt jelenti, hogy az ember konfrontálódik, szembesül, találkozik, vagy ráébred egy szituációban, egy helyzetre, ahol amit ő elfogadhatatlannak érez. Ez azt jelenti, hogy nem tudok vele együtt élni, számomra ez elfogadhatatlan, én ezt nem akarom eltűrni, nekem ez így nem jól van, szeretném, hogyha másképpen lenne, és az ember úgy érzi, hogy ez így ebben a formában nem maradhat, és ettől konfliktus a konfliktus, hogy az ember elfogadhatatlannak, tűrhetetlennek érzi a szituációt, a helyzetet. A konfliktus nem létezik önmagában, mindig van egy meghatározott tartalma, egy érzelmi tartalma, és ez az érzelmi tartalom az, ami meghatározza azt, hogy a konfliktusnál pontosan melyik agyirelén fog kimenni a biztosíték, és hogy ebből kifolyólag milyen szervi elváltozásunk lesz belőle. Én azt veszem észre, hogy az emberek fejében ez a konfliktus szó sem igazán tiszta. Gondolnak róla ilyen nemzeti konfliktusokról, politikai konfliktusokról, egyéb konfliktusokról. Az új medicinában érdekes konfliktus, a biológiai konfliktus, abban különbözik ezektől, hogy ez egy egyénileg megélt érzelmi megrázkódtatás. Nem tudok valamit elfogadni, nem tudok valamivel együtt élni, ez egy szituáció, tűrhetetlen számomra. Hogyan következik be egy konfliktus? Az ember éli a normál hétköznapi életét, különböző hiedelmekkel rendelkezik dolgokról, és egyszer csak így püf, pofára esik, konfliktálódik azzal, hogy hoppá, nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Ráadásul ez a konfliktus, ami biológiai konfliktus, az egy életviteli akadály. Tehát ez azt jelenti, hogy biológiai konfliktus lehet minden konfliktus, amelynek során az ember a normál, hétköznapi, nyugodt életvitelében akadályoztatva, hátráltatva, vagy teljesen megvétózva érzi magát. Tehát például az ember szeretne tisztességesen, becsületesen, normális pénzből megélni, szeretne nem vagyonokat, meg nem horror összegeket összeharácsolni, hanem csak egyszerűen annyit, hogy legyen enni a gyereknek, a költségeimet, számláimat ki tudjon fizetni, és hogy legyen miből elmenni nyáron 2-3 hétre nyaralni. És plusz ugye az önfenntartás. Tehát ha az ember szembesül egy ilyen életviteli akadálya, akkor ez egy biológiai konfliktus, ami számára elfogadhatatlan, és mivel biológiai konfliktusról beszélünk, és mindjárt elmondom az ismertető jegyét ennek a konfliktusnak, ennek hatására beindul egy egyéni szinten beindul egy testi elváltozás. Tehát a biológiai konfliktus abban különbözik minden egyéb más intellektuális, pszichiátriai, meg bebeszélt konfliktustól, hogy ez azonnali testi tüneteket produkál. Ahogy az ember ezt a konfliktust elszenvedte, hidegé válnak a végtagjai, bekapcsol a kényszeres gondolkodás, és ami talán még egy legkönnyebben észrevehető tünet, hogy hajnali 2 és 3 között bír az ember csak elaludni. De én is voltam benne biológiai konfliktusban, és ott röhögtem az ágyba este, hogy hát ez nem lehet igaz, ez a dolog, ez a téma jár a fejembe, és egyszerűen nem bírom kiverni a fejemből, 3 van. Hát, és az ember ezt tudja, ismeri, és hogyha ezt így észreveszi magán, akkor a konfliktussal kapcsolatban törekedve a konfliktus mihamarabbi megoldására, megnyugtató megoldására, így nem tudunk belefeledkezni az elváltozásokba, és így komoly elváltozás létre sem jön. Az új medicina nem arra való, hogy soha többet nem lesznek konfliktusaink, dehogy nem, hiszen a konfliktus az életnek a kísérő tényezője. A konfliktus az életnek a része. Mondhatjuk azt, hogy konfliktus nélkül nincsen fejlődés. A konfliktus a fejlődés előszobája. A konfliktus egy fejlődési lehetőség, ha rendeltetésszerűen használjuk. Ez azt jelenti, hogy oldjuk meg. A konfliktus nem arra való, hogy hemperegjünk benne, meg fetrengjünk, meg dagonyázzunk benne éveken, évtizedeken keresztül, hogy jaj, de szar nekem, mert boldogtalan vagyok, hanem a konfliktus arra való, hogy megoldjuk. Az ember konfliktálódik egy számára elviselhetetlen dologgal, mit kell tenni? Meg kell oldani a valós életben. Mi az a biológiai konfliktus? Az új medicina egészen precízen leírja ezeket a folyamatokat, hogy milyen érzelmi megrázkódtatást kell elszenvedni ahhoz, hogy X betegsége valakinek kialakuljon. A biológiai konfliktust
is egészen jól leírja, méghozzá a biológiai konfliktusnak a feltételeit. Hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy elváltozás különprogram beinduljon. Az első ilyen feltétel, hogy a konfliktus témáját drámainak éljük meg, komolyan vesszük. Itt rögtön elárultam, hogy azt a konfliktus szituációt, amit nem veszünk komolyan, abból nem lesz biológiai konfliktus. Vagy ha az ember képes elbagatelizálni, akkor abból nem lesz elváltozása. Komolynak érezzük a konfliktus tárgyát, témáját, amit nyomasztónak, ettől lesz drámai, hogy nyomasztó, lehengerlő, felzaklató, idegesítő, aggasztó, egy folyamatos idegeskedést, egy folyamatos izgalmi állapotot kiváltó, megrázó esemény. Tehát amelynél az illető érintettnek érzi magát a konfliktusban, felelősnek érzi magát, hibásnak érzi magát, és úgy vélekedik róla, hogy ezt rajta kívül senki más nem tudja megoldani. Úgy is mondhatnám, hogy az illető magára veszi ezt a konfliktus témát, és mivel magára vette, így már saját problémájának érzi, és így sokkal nagyobb feszültségeket okoz az emberben, mint hogyha úgy tekintenék erre. Hát ez egy társadalmi probléma. A biológiai konfliktusnak a második ismertető jegye, hogy váratlanul ér. Csak abból a konfliktusból lesz nekünk elváltozásunk, csak abból lehet elváltozásunk, ami váratlanul felkészületlenül ért. Ez azt jelenti, hogy az ember éli a normál hétköznapi életét, és püff, egyszer csak történik valami, hogy hú, hát én erre nem is számítottam, erre nem is gondoltam, úristen, nem is gondoltam, hogy ez előfordulhat. Nem gondoltam arra, hogy előfordulhat, hogy kirúgnak a munkahelyemről, nem gondoltam arra, hogy összedől a világgazdaság, nem gondoltam arra, hogy nem tart a házasság örökké. Tehát az ember így egyszer csak úgy rádöbben, hogy ejha, ez nem úgy lesz, ahogy én képzeltem. Itt a váratlanság opciójánál ugye benne van az is, hogyha ez igazából az anyatermészet ezt azért tiktatta be, hogy rákényszerítse minket arra, hogy álljunk a realitás talaján. Ne ringassuk magunkat álmokba, ne beszéljünk be magunknak irreális dolgokat, hanem maradjunk a valóságban és a valóság alapján, és ha azt látom, hogy a cégemnél, ahol dolgozom, itt sorba rúgdossák kifelé az embereket, akkor ne ringassam magamat abba az álomvilágba, hogy jaj, hát engem úgyse fognak kirúgni, mert hát ugye szinte minden nap itt vagyok este 10-ig, meg hát a múltkor is olyan kedvesen beszélt velem a főnök, akkor engem biztos nem fognak kirúgni. Tehát ez így nem reális gondolkodás. Ha az ember akár csak egyetlen gondolatot tud a témáról futtatni a fejébe, hogy hát már fél céget kirúgdosták, és elég rosszul megy a szekér, benne lehet a pakliba, hogy esetleg engem is kirúgnak, és tegyük fel, az ember ugye ezt így lehetőségek között, nem arról van szó, hogy az ördögöt a falra kell festeni, hanem csak úgy, hogy járjunk a realitás talaján, hát lehet, hogy én is lapátra kerülök, püf, bekövetkezik a kirúgás, lehet, hogy rosszul esik az embernek, de mivel már nem érte váratlanul, így nem fog beindulni elváltozása. Tehát az anya természet azt kéri tőlünk, hogy szálljunk le a földre, és gondolkozunk reálisan. Mert ha reálisan gondolkozunk, akkor elég kevés az az eset, ami ilyen váratlanul fog minket érni. A harmadik kritériuma a biológiai konfliktusnak, hogy megütközés jellegű. Tehát ez már ez a magyar kifejezés, hogy megütközés jellegű, nagyon jól kifejezi, hogy itt miről van szó. Hát konfrontálódok valamivel. Neki megyek valaminek, és megpróbálok valamit megváltoztatni, megpróbálok valamit másképpen intézni, és nem sikerül. Van még egy másik nagyon jó szó rá, úgy hívják, hogy válság. Mert a konfliktusnál is, meg a válsághelyzetben is, vagy az ember nem tudja eldönteni, hogy több lehetőség közül melyiket válassza, és ezért tipródik, dilemmázik, habozik, tötyörészik, vagy egyáltalán nincs is lehetősége, hogy reagáljon a konfliktus helyzetre. Egy a lényeg, hogy a konfliktus emiatt nem rövid ideig, hanem hosszabb ideig eltart. A konfliktusnál ez teljesen egyszerűen úgy működik, ugye ezt szoktam én a konfliktus anatómiájának hívni, hogy az ember halad az életébe egy irányba, és egyszer csak itt talál, beleütközik egy falba. Püf! Ezzel az emberrel nem tudok tovább együtt élni, mert ami kiderült róla, az számomra elviselhetetlen. Püf, kész a konfliktus. Vagy az ember dolgozik egy munkahelyen,
és a munkahelyen azt mondják neki, hogy hát figyelj, kétszer ennyit kell dolgozni, csak fel ennyi fizetést kapsz. Püf, ott is egy konfliktus, hogy hát ez így számára nem elviselhető. És még sorolhatnám a konfliktus helyzeteket. Egy a lényeg, hogy konfrontálódunk valamivel, mint hogyha elkezdeném így nyomni a falat. Kérem szépen, milyen erővel fog engem ez a fal nyomni? Hát amivel nekifeszülök. És ezért egy veszett fejszel, ezért egy halva született ötlet, amikor azt mondják a rákbetegeknek is, hogy küzdj a konfliktus ellen, küzdj, persze, küzdjél minél jobban, annál hamarabb kimerülsz, azt annál hamarabb beledög lesz. Nem küzdeni kell emberek megoldani a konfliktusokat, vagyis, ha egy irányba nem tudok tovább haladni, akkor meg kell állni, el kell fordulni, és másik irányba kell haladni, ahol nincs ellenállás. Tehát meg kell találni azt az embert, akivel az ember jól tud élni, jól érzi magát, meg kell találni azt a munkahelyet, elfoglaltságot, csúnyát mondok, hivatást, amit az ember örömmel, boldogan és felhőtlen, jó lelkivilággal tud csinálni, és nem okoz neki konfliktusokat. Tehát a konfliktusokat úgy tudjuk rendeltetésszerűen használni, hogyha megoldjuk őket, méghozzá érkezési sorrendben. A konfliktus nélkül nincs fejlődés. Tehát azt kell megérteni, hogy a konfliktus, a biológiai konfliktus és a konfliktusok általában nem jó dolog és nem rossz dolog. A jó és a rossz az csak egy végtelen felületes megítélése a dolgoknak. A konfliktus egy fejlődési lehetőség. És hogyha az ember húzza az időt, tötyörészik, vagy egyszerűen nem hajlandó a konfliktusait megoldani, ez azt jelenti, hogy ő meg fog ragadni azon a szinten, nem tud tovább fejlődni, és örülhet, mert szerencséje van, ha esetleg biológiai konfliktus, hogyha esetleg túléli ezt az egész szituációt. Tehát mondhatnám azt, hogy természetes szelekció, aki nem hajlandó fejlődni, az kipusztítja saját magát. Sajnos ez a cudar valóság, hogy aki nem hajlandó a konfliktusait értelmezni, földolgozni, megérteni, hogy a konfliktus miből ered, mit szúrtunk el, mit kellene másképpen csinálni, hol hibáztuk el, mától kezdve mit kellene másképpen csinálni ahhoz, hogy ez a szituáció ne álljon fenn, és megoldanák a konfliktusainkat, akkor soha többé nem lennének komoly megbetegedéseink. Kisebb csipcsup elváltozások vannak, meg lesznek, mert nem arról szól a történet, hogy egy aranykalitkába zárjuk magunkat. Az nem konfliktus megoldás, hogy fölveszek egy szerzetes csuhát, kivonulok Tibetbe a hegyek közé, ahol 2 hétig tart az út csak feljutni, bezárkozom egy asramba, egy kolostorba, ahol soha semmi nem történik, így nem tudok elszenvedni konfliktusokat, és így eredet effektíve soha nem is lesz komoly megbetegedésem. Ez nem élet. Az élet, az anyatermészet azt kívánja tőlünk, hogy folytassuk a hétköznapi életünket, integrálódjunk a környezetünkbe, ismerjük fel a környezetnek az ingereit, és produkáljunk megfelelő válaszreakciókat, vagyis intelligensen oldjuk meg a konfliktusainkat. Mit jelent az, hogy intelligensen? Illik ezt is tisztázni, ha már fölhozom. Mi az intelligencia? Az intelligencia az nem csak az, hogy valaki meg tud oldani egy IQ-tesztet, és azon elér egy X számot, mert az csak egy szám. Az csak egy szám, és messze nem tükrözi az embernek a valódi intelligenciáját. Kommunikációs intelligencia, érzelmi intelligencia, és még sorolhatnám. Az intelligencia a konfliktus felismerésének, a megoldás kidolgozásának és a megoldás kivitelezésének a képessége. Tehát az, hogy felismertem egy konfliktust, az még nem intelligencia. Az, hogy agyalok rajta, hogy na hát, hogy ezt hogy lehetne megoldani, de nem oldom meg, ez még nem intelligencia. Az intelligencia ott van, amikor az ember meg is oldja a konfliktust, megszünteti a nyomasztó, kiábrándító, elkeserítő, felháborító élethelyzetet, és éli boldogan tovább az életét. A biológiai konfliktus tehát egy fejlődési lehetőség, és értsük meg, hogy ha a biológiában nem volnának konfliktusok, akkor nem beszélhetnénk egyed és faj fejlődése, fajoknak a fejlődéséről. A konfliktusok mindig arra szolgáltak az anyatermészet számára, hogy az élőlényeknek az élet a fizikai testét, a fizikai paramétereit, adottságait hozzáigazítsa a környezethez. És ez van most az emberiségnél is, hogy rengeteg konfliktusba belefutottunk. Tulajdonképpen egy sorba dőlnek össze a rendszerek, az egészségügyi rendszer, a pénzügyi rendszer, az igazságszolgáltatási rendszer. Itt sorba mondanak csődöt, mert egyik sem oldja meg a problémákat, aminek a megoldására ezeket létrehozták. Mit jelent ez?
Az, hogy az embernek föl kell fognia, hogy mi történik körülötte, egyéni megoldást kell arra kidolgozni, és meg kell valósítani a megoldást. Saját magunknak kell gondoskodnunk a jogbiztonságunkról, az, hogy az ember legyen tájékozott, kvázi legyen szinte a saját ügyvédje, az embernek tisztába kell lenni az elváltozásokkal kapcsolatban, hogy hogy működnek a betegségek, mert ahogy megijedni se tud helyettünk más, így megnyugodni se tud helyettünk más, és csak rajtunk múlik, a mi kezünkben van az egészségünk. Tehát a konfliktusok az mind fejlődési lehetőség. Hogyha az ember így áll hozzá, hogy fog egy lapot, hogy na, ma milyen konfliktusaim vannak, voltak, oké, ebből mit tudok megoldani, ha ezeket megoldja, az élete több lesz, szebb lesz, gazdagabb lesz, boldogabb lesz, és még az emberi kapcsolata is rendbe jönnek az embernek. Amiért az emberek betegek, nyomorékok, tengődnek, nélkülöznek, ennek egyetlen egy oka van, hogy a konfliktusaikat nem hajlandók megoldani. A biológiai konfliktusnak a negyedik ismertető jegye az, hogy elszigetelten megélt. Az elszigetelten megélt azt jelenti, hogy a konfliktusom témájáról nem beszélek másnak, magamba fojtom. Vagy azért, mert szégyellem, vagy mert ne nevessenek ki, vagy mert jaj, nehogy megtudják, hogy nekem is van lelkem, vagy mert nehogy jaj, felhasználják ellenem ezt az információt. Tehát az ember úgy magára maradva érzi a konfliktussal saját magát. Úgy érzi, hogy ez az én problémám, és nem tudok kit segítségül hívni, magamra maradtam, nem tudok kit segítségül hívni, mert vagy nem tudnak rajtam segíteni, vagy még nagyobb veszélynek vagyok kitéve, hogyha kiadom magamat még jobban. Lehet, hogy így a sztorit az ember elmeséli, de az, hogy én mit éltem meg, az, hogy a gyomrom összeszorult, az, hogy a hányás és a fosás kerülgetett, és így forgott velem a világ, és az hasított bele a fejembe, hogy Úristen, adósságom van, hitelem van, ha van 3 gyerekem, a gyereknek enni kell adni, az egy dolog, hogy én csontsoványra lefogyok, mert mit tudom, én elvesztettem a munkájom, de a gyerekemmel mi lesz? Tehát ezzel a problémával magunkra maradva érezzük magunkat. Habár a konfliktust nem oldja meg az, hogy kibeszélem, hogy te képzeld, én így éltem meg, ez történt velem, képzeld, annyira szarul érzem magam ezzel a dologgal, annyira kellemetlen számomra. Azzal, hogyha kibeszéljük, ez még nem oldja meg a konfliktust, nagyon-nagyon ritkán előfordulhat, hogy már egy beszélgetés is olyan megkönnyebbítő hatással van, hogy tőle megoldódik a konfliktus, esetek 98%-ában nem. Mégis szükséges a konfliktusainkat kibeszélni, tehát megtalálni a megfelelő embereket, akinek ezt az orrára kötjük, akinek elmondjuk, hogy te, képzeld el, az történt velem, hogy... És akkor mindent elmondunk nekik. Adjál neki szavakat, formáld meg az érzéseidet, mert hogyha ezt nem teszed meg, ott marad benned, mint egy felhő, úgy kavarog, úgy cikálnak benned a villámok, és folytatódik az elváltozás külön program. Ami akár nagyon csúnya, netán végzetes is lehet, hogyha olyan érzelmi, olyan típusú konfliktusról van szó. Az ötödik ismertető jegye, és összesen 5 ismertető jegye van az elváltozás beindító biológiai konfliktusnak, az, hogy átmenetileg nincs megoldása. Püff, az ember elszenvedi a konfliktust, ott vagyunk ebben a helyzetben, és egy napig, 3 napig, egy hétig, 14 napig, egy hónapig, 3 hónapig, 5 hónapig, de ismerek olyat, aki több mint egy évig benne volt egy konfliktusban, ezzel nagyon durva, súlyos elváltozásokat tudunk magunknak létrehozni. Értelemszerűen az elváltozások súlyossága, tehát az, hogy mekkora nagy tömegű, nagy mennyiségű elváltozás jött létre, és hogy az milyen gyorsan alakult ki, a konfliktus időtartamától és intenzitásától függ. Hogyha az ember ezt meg tudja becsülni, hogy na, mennyire voltál kiakadva, hát extrém magamon kívül voltam, mint akit hókon vágtak egy szenes lapáttal, mentem az utcán, és azt tudtam, hol vagyok. Na hát ez egy nagyon intenzív pánik konfliktus. Ennek a megoldás utáni szakasza nagyon kellemetlen lesz. Tehát a két szakasz általában egyforma hosszú és egyforma intenzív, mégis a konfliktus aktivitás idején az ember fel tudja ismerni azt, hogy hopp, konfliktus aktív szakaszban vagyok. Még egyszer röviden ennek az ismertetőjegye, ami a leg szembetűnőbb. Hideg végtagok, egyszerűen nem akar az embernek a keze lába felmelegedni, kényszeres gondolkozás, úgy is szoktuk mondani, hogy bekattan a robotpilóta,
és rákattan a konfliktusra. Értelemszerűen a konfliktuson és a konfliktus lehetséges megoldásain gondolkozunk, de kényszeresen. Ha valaki észreveszi magán azt, hogy ilyen kényszeres gondolatai vannak, szeretettel felhívom a figyelmét, bár nem biztos, hogy teljesült minden feltétel és valóban beindult egy elváltozás, de a kényszeres gondolkodás az az egyik legjellemzőbb ismertető jegye a biológiai konfliktusnak, az életviteli akadálynak, amikor az embert nem hagyják nyugodtan élni, nem tudja az életét folytatni, nem tud meglenni békében, nyugalomban, mert valaki bántja, zaklatja, fosztogatja, terrorizálja, vagy valamilyen sok élmény érte, baleset történt, meghalt a hozzátartozója, és akkor ezen nem tudja túltenni magát. De egy a lényeg, hogy akármilyen biológiai konfliktusról beszélünk, azonnal észrevehető tüneteket okoz, és ha teljesült mind az öt feltétel, tehát drámai, váratlan, megütközés jellegű elszigetelte megélt és nincs megoldása, ha mind az öt teljesült, legyen szó bármilyen csipcsup aprócska kis bosszúságról, beindul egy külön program. Tehát nem a konfliktusok intenzitásától függ az, hogy az anyatermészet beindít egy alkalmazkodási válaszreakciót, régi nevén rákos vagy rákkal egyenértékű elváltozást, hanem attól függ, hogy teljesülnek a feltételek. És ez a különbség, hogy valakinek csak egy ijegységtől gégegyulladása lesz, egy piti 1-2 hetes laringitisze, vagy mondjuk egy 3 hónapos diagnózis konfliktus után, amikor a halálfrászt ráhozták azzal, hogy maga Rákos és meg fog halni, és mondjuk 3 hónapig benne van, ennek 3 hónap lesz a megoldás utáni szakasza, amit már nem laringitisznek, hanem gégeráknak szoktak diagnosztizálni, mert a laringitisznél egy picit súlyosabb és hosszabb ideig eltart. De szövettanilag, mechanikailag ugyanaz a két dolog. A biológiai konfliktus az egy kielégítetlen szükségletből ered. Mindig azt kell megnézni, hogyha valakinek van egy konfliktusa, hogy mi mögötte a biológiai szükséglete. Mi az a dolog, ami nem elégült ki, amit az illető nem kapott meg, amiben csalódott, vagy ami nélkül nem tudja elképzelni az életének a folytatását. Mivel minden konfliktus más és más körülmények között jön létre, más és más körülményekből fakad, ezért nincs két egyforma konfliktus, ezért nem létezik sablon megoldás. Mindenkinek meg kell találnia a saját megoldását a saját konfliktusára, értelemszerűen a szükséglet kielégítésével, tehát hogyha valakinek nincs pénze és van 3 gyereke és aggódik, hogy a gyerekei mit fognak enni, akkor lehet, hogy el kell menni, mit tudom én, árufeltöltőnek valami üzletbe, vagy el kell menni vagont pakolni, de meg kell oldani azt, hogy az ember ne kelljen emiatt izgulnia. A konfliktusok megoldásáról annyit még, hogy a konfliktusokat meg lehet oldani a valós életben, és meg lehet oldani lelki szinten. Mindig a konfliktusok valós életben való megoldására törekedjünk, mert akkor az embernek nem kell gyakran odafigyelni, nem kell folyton fejbe tartani, hogy na jó, ezen nem tipródunk, mert ezen nem tudunk változtatni, hanem ha valós életben megszüntetjük a konfliktusnak a körülményeit, a konfliktusnak az okát, akkor az ember végérvényesen megkönnyebbül, és akkor nem kell utána a sínekre figyelni. Hogyha a konfliktus a valós életben nem megoldható, mert például valakinek elhunyt egy kedves hozzátartozója, vagy végérvényesen elveszített valamit, vagy valakit, és ezt nem lehet visszacsinálni, akkor nem marad más megoldás, mint a konfliktus helyzet elfogadása és az élet folytatása. És ami legfontosabb, nem szabad pánikba esni. Az anyatermészet, akármilyen távlatokban nézzük meg visszamenőleg azt, amit a Föld történelme során, élettani történelme során, fejlődés történet során történt, az anyatermészet mindig csak olyan konfliktusokkal szembesítette az élőlényeket, amiket meg is tudnak oldani. Tehát az, hogy az emberiség most egy ilyen helyzetben van, az, hogy egy globális összeomlás előtt állunk, egy globális, én ezt nem információs forradalomnak hívnám, hanem intellektuális forradalomnak. Az ember egy szellemileg egy érési folyamaton megy keresztül,
És ez akárhogy is nézzük, jó, lehet, hogy nem fog egy harmadik szemünk nőni, meg harmadik karunk nőni, de ez egy evolúciós fejlődési fokozat. Amikor az ember rájön arra, hogy csak akkor lesz rend bennem és körülöttem, hogyha személyesen én vállalok felelősséget az engem érintő dolgokért. Mert ezt rábízzuk másra, abból csak baj van. Azt lehet látni, hogy abból csak baj van, csak probléma van. Úgyhogy törekedjünk a konfliktusok megoldására, fejtsük meg a konfliktusainkat, értelmezzük a konfliktusainkat, hogy az miért konfliktus nekünk, nézzük meg, hogy milyen biológiai szükséglet, megélhetés, igazság, együttérzés, hozzátartozás, emberi kapcsolatok, hogy milyen szükséglet van mögötte, és ezt a szükségletet ki kell elégíteni. Ha kielégítettük, akkor tájtalanná válik a konfliktus, és hogyha még be is indult valamilyen rákos vagy rákkal egyenértékű elváltozás a mandulagyulladástól a végbérákig, bármilyen lehetséges elváltozásról beszélünk, akkor ezt nagyon gyorsan meg tudjuk oldani. Ha gyorsan megoldottuk a konfliktust, akkor hamar le fog zajlani a megoldást utáni helyreállítási, daganat elbontási vagy sorvadás újjáépítési szakasz. Tehát a legfontosabb, hogy a konfliktusoknak értelme, célja, rendeltetése van, és ez nem más, mint hogy alkalmazkodjunk a környezetünk esetlegesen megváltozott körülményeihez. Milliárd konfliktust elszenvedtünk már az életünk során. Az egysejtű állatkától, amíg eljutottunk eddig a fizikai felépítésig, és létrehoztuk ezt a testet, milliárdok konfliktusok milliárdjait szenvedtük el. És ennek köszönhető, hogy most van ilyen kezünk, ekkora lábunk, ekkora szemünk, hogy van szemöldökünk, hogy van állkapcsunk, hogy van kezünk, lábunk, ezeknek a konfliktusoknak köszönhetjük. És most jön majd ugye a vízválasztó, hogy na, az emberek nagy többsége hogyan fog a konfliktusaihoz hozzáállni. Megoldják az emberek a konfliktusaikat, szépen megfogják egymás kezét, kipakolják a szennyest, kipakolják a lelki nyomorukat, szeretetben megfogják egymás kezét, vagy mindenki szépen magára maradva beledöglik az éppen elszenvedett konfliktusaiba. Ez itt a kérdés, hogy beledöglünk a konfliktusainkba, vagy veszük a fáradtságot, mert ez fáradtság. Hajlandóak vagyunk megoldani, és rendbe tesszük az életünket, és akkor végre élhetünk nyugodtan, és nem kell azért rettegni, hogy majd jövőre a éppen aktuális kiskirály milyen megszorításokat hoz, hogy 4 év múlva, hogy 10 év múlva egy életre tudjuk az életünket rendbe tenni, ha vállaljuk érte a felelősséget. Nem csak a rákos és a rákkal egyenértékű elváltozások jönnek létre biológiai konfliktusok következtében, hanem akár ilyen csip-csup, mondjuk úgy pitiáner, enyhe, picike kis konfliktusok is tudnak picike kis elváltozásokat előidézni. Ilyen például például a herpes, amit nem mondhatnánk egy nagyon-nagyon súlyos vagy életveszélyes elváltozásnak, mégis mechanikailag ugyanaz a labhám karcinoma, mint a testnek bármelyik részén. Mégis a herpesznél mi történik? Ott nagyon egyszerűen egy olyan konfliktusról van szó, hogy valakinek hiányzik valakinek a csókja, és egyszer csak így rádöbben, hogy Istenem, nem tudom megcsókolni, nincs itt velem, nem tudok neki puszit adni, és olyan jó lenne kifejezni a szeretetemet. Tehát minden szexualitás nélkül, csak egyszerűen puszilkózni, puszit adni. Másik, ha már a herpesznél járunk, akkor például az is ugyanilyen kicsike kis konfliktus, hogy jaj, valakinek a poharából ittam, jaj, csak nehogy herpeszem legyen. Na, ez már egy konfliktus aktivitás. Amíg azon stresszelem magamat, hogy jaj, a múltkor is ittam másnak a poharából, és így fú, kilökte a számat. Jaj, csak nehogy most is kilökje, mert úgy utálom a herpeszt. Na, ez éppen a konfliktus aktivitás. Ha az ember ezt csinálja, akkor lesz herpesz. Ha nem csinálja, akkor nem lesz herpesz. Tehát nem a csóktól és nem a pohártól lesz valakinek herpesze, hanem azért, mert az félreértett okból, a téves hiedelmei miatt elszenved egy konfliktus. Vagy nézzük a megfázást például. A megfázásnál is miről van szó, ugye az ornyálkahártyagyulladásról beszélünk. Ennek konfliktusa, hogy nem tetszik ez nekem konfliktus. Itt nekem bűznik valami konfliktus, ez ilyen előérzett félelmi konfliktus, hogy valami neki érzem az előszagát, és ezt én inkább nem kérem, nem szeretném. Ez az érzelmi tartalom az ornyák a hártyát fekélyesíti. És az a pekünk itt ennél a külön programnál, hogy a konfliktus aktív szakaszban, amíg a labhám fekélyesedik,
addig az átlagoshoz képest érzéketlenebbé válik. Tehát nem veszük észre, hogy az embernek fekélyesedik az ornyáka hátyája. Eltart ez a konfliktus, mit tudom én, 2 napig, 3 napig, 1 hétig, mert mit tudom én, volt valami olyan dolog a munkahelyen, amire az ember itt rádöbbent, és úgy volt vele, hogy fuha, ebből gáz lesz, ebből baj lesz, ez rohadtul nem tetszik nekem, én ebben nem akarok belemenni, én ezzel nem akarok szembesülni, én ettől félek, én ezt nem akarom, nem akarom, hogy így legyen, és beindul a fekélyesedés. Na, megoldódik ez a munkahelyi probléma, lebukik az illető, vagy mit tudom én, vagy mégse úgy lesz, ahogy az embert azt ijeszgették, jön a megnyugvás pillanata, és akkor megjelenik a túlérzékenység. És egy hetes konfliktus aktivitásnak 1 hét a megoldás utáni szakasza, és akkor az ember ilyenkor tudja, hogy hogy is volt, hát egy hétfőn elszenvedtem a konfliktust, most hétfő van megoldódott, elkezdtem ma taknyolni, jön a taknyolás, akkor jövő héten hétfőre süty vég az egésznek, mint akit elvágtak, kifut a külön program, és kutyabajom nem lesz. És ezt lehet ellenőrizni. Tehát még egy ilyen kis picike konfliktus is tud picike elváltozást előidézni, és ha kérhetem, akkor inkább az ilyen egyszerűbb, kisebb, enyhébb elváltozásokon ellenőrizzük az új medicina helytállóságát. Ne várjuk meg, amíg valakinek egy öklömnyi karfiolszerűen növekvő daganata lesz, mert annak az elbontása bizony hosszú ideig eltarthat. Tehát ha valaki okos, bölcs és előrelátó, akkor a most meglévő, vagy a korábban elszenvedett konfliktusain és betegségein ellenőrizi azt, hogy a biológika új medicina stimmel-e. Ha visszatérő konfliktus aktivitás van, akkor értelemszerűen kiújuló tünetek lesznek. Például az illető már 10 évvel ezelőtt megfigyelte, hogy amikor jön a hideg, hogy amikor romlik az idő, hogy amikor hűvösebbek vannak, pocsék idő van, akkor ő a pocsék idő beköszönte után mindig influenzás tüneteket produkál. Ornyákahártyagyulladás, taknyolás, ordugulás, füldugulás, könnyezés, ezekre gondolok. Ezért kialakul benne egy téves hiedelem, egy hamis információ, hogy azért szoktam taknyos lenni, mert jön a hideg. És ez nem igaz, a valóság ott van, hogy a ramadt idő, a rossz idő, a hűvös idővel kapcsolatos ellenérzések idézik elő azt a tünetet, amit én teljesen félreértékelek. Ez a totális félreértelmezés abból az egyetlen egy okból fakad, hogy a régiós tudományban nem vették figyelembe a megbetegedések kétszakaszúságát. Beindul egy elváltozás külön program, majd hogyha a konfliktus megoldásra kerül, akkor az elváltozás eltakarításra kerül. Az elváltozást azért kell elbontani, mert a daganat, ami már nem kell, az természet elbontja. Ha pedig elsorvadt, elfekélyesedett, elvékonyodott az ornyákártya, hogy orr tájékon megszabaduljak valamitől, amitől viszolygok, amivel rosszul érzem magam, akkor azt értelemszerűen sejtszaporulattal helyreállítja. És hogyha már itt a rákos és rákkal egyenértékű elváltozásokat említettem, akkor szeretném leszögezni, hogy nem létezik más, csak rákos és rákkal egyenértékű elváltozás. Nincs más. Csak a súlyossága és a konfliktus megélések intenzitása az, ami különbözik. Tehát, hogyha itt az ornyák, a hártya, a külön programjáról beszélünk, akkor például, hogyha valaki rinitis, tehát ornyák a hártya gyulladás idején mintát vetetne, biopsziát vetetne az ornyák a hártyájából, akkor a biopszia egyértelműen kimutatná, hogy ez egy úgynevezett laphám karcinóma, tehát a laphám sejteknek a szaporodása. Amiért még az ornyákahártya, az influenzánál nem szoktak rögtön szövettani vizsgálatot csinálni? Hát azért, mert az egészet nem tudják. Tehát nem tudják, hogy ez az. Mondjuk valahol jobb is, mert akkor holnaptól az embereket azzal ijeszgetnék, hogy úristen, taknyos vagy, akkor ez egy rák. Ugye? Mert ez lenne a végeredmény, hogyha ez így tömegesen elterjedne. Úgyhogy előre lelőttem most a poént, hogy ezzel se lehessen az embereket riogatni. De még egy ilyen pitiáner, enyhe, szinte jelentéktelen, csak maximum kellemetlen elváltozásnál is ugyanúgy működnek a feltételek, ugyanúgy működik a konfliktus lefutás, és ugyanolyan feltételei vannak a biológiai konfliktusnak. És akkor meg kell nézni, ha valaki taknyol, akkor tessék megkérdezni tőle, hogy na, mi nem tetszett neked? Mi bűzlött neked?
mivel volt ellenérzésed, mivel konfliktálódtál, vagy konfrontálódtál, amivel ilyen visszautasításos, viszolygás érzésed támadt. És akkor meg kell hallgatni az illetőnek az eset történetét. Röviden még csak annyit az influenzáról, hogy ha az ember megfejti, hogy mi után szokott influenzás tüneteket produkálni, tehát ha valaki megjelenik az influenza, megnézi, hogy az influenza megjelenését megelőzően milyen konfliktus szenvedett el. Például a leggyakoribb ok, a nem tetszik ez nekem konfliktusnál, az a nem tetszik nekem ez a hideg idő, csak nehogy megfázzak, csak nehogy hidegbe legyek, csak nehogy, tehát ez egy ilyen hideggel kapcsolatos ellenérzés, hogyha az ember tudatosítja azt, hogy oké, én féltem a hidegtől, mert azt hittem, hogy elváltozást okoz, és mivel az elváltozás az egy életviteli akadály, az egy normál életvitelben bekövetkező akadályoztatás, hiszen nem tudja az ember a normál életvitelét vinni. Ha én tudatosítom, hogy oké, én féltem a hidegtől, de már nem félek, mert tudom, hogy nem az okozza az elváltozásomat, akkor ki lehet menni egy szál pólóba decemberbe az udvarra hógolyózni, akár egy fél órán keresztül is, és az ember nem fog megfázni. Azért, mert ha nincs konfliktus, akkor nem kell az elváltozás. Ha esetleg az illető még úgy tesztelgeti magát, hogy jaj, kijöttem egy szálpólóba hógolyózni, de azért még egy kicsit félek, akkor nyugi, akkor még egy kicsi ornyák a hátja külön programja lehet belőle. De amikor rájött, hogy hé, ezt én vezérlem, ha nincs ellenérzésem a hideggel kapcsolatban, akkor akár kövé fagyhatok, akkor se fogok influenzás tüneteket produkálni, és akkor nem is fog az ember többet ilyet produkálni. Tehát a tudatosításnak az a lényege, hogy az ember leleplezi saját magának, hogy mi az, ami őt nyomasztja a lelkébe, mi az, amitől fél, és a félelem tárgyát megszüntetve, tudatosítva, a szituációt értelmezve, kilépünk ebből az ördögi körből, ami már esetleg akár 10 év óta megkeseríti az ember életét, mert minden összeáll, felszaggató fejfájás, taknyolás, könnyezés, rosszul lét, hányinger, amivel még egy ilyen influenza megoldás utáni szakaszban együtt jár, lázról, izomfájdalmakról, meg egyebekről már nem is beszéltünk. Úgyhogy egyáltalán nem nagy kunszt ez a konfliktus téma, csak nem szabad ezt túl dramatizálni, túl misztifikálni. Vegyük tudomásul, hogy senki más nem tudja helyettünk a konfliktusainkat megoldani, és nagyon egyszerűen, és elnézést kérek a nyers őszintességemért előre is, aki nem hajlandó a konfliktusait megoldani, az meg fog dögleni. Ezt hagyd meg, mert légy szíves, jó?